Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Pro Civitate díj elismerések. Pécsi olimpikonokat, paralimpikonokat jutalmaztak a Városházán. 4 év alatt 6000 embernek segítettek. Jól működik az áldozatsegítő központ Pécsen. Aki vért ad, 3 életet ment meg. 11. civil véradás Baranyában. Szobrok, festmények az irodában. Együttműködés a PTM művészeti kara és egy biotechnológiai vállalkozás között. A párizsi 5 karikás játékok pécsi hőseit fogadták a város vezetői csütörtökön. Minden rajthoz álló pécsi sportoló elismerő oklevelet kapott a Városháza dísztermében. A már 3-szoros paralimpiai bajnok Konkoly Zsófia pedig Pro Civitate díjat vehetett át. A párizsi olimpián, paralimpián versenyző pécsi sportolók és edzőik felkészítőik a közös képen. A Városháza dísztermében köszöntötték őket. Konkoly Zsófia kiemelkedő teljesítményéért megkapta a Pro Civitate díjat. Abszolút meglepett, örültem neki, tényleg hálás vagyok minden miatt. Így fogadta az elismerést a paralimpikon bajnok, aki beszélt paralimpiai élményeiről is. Mindenképpen életre szóló élmény, ez volt a 3. paralimpiám, és minden 3 paralimpia más és más volt. Rióban 14 éves voltam csak, de ott voltak nézők, úgyhogy ezt is megtapasztaltam valamennyire, nem tudtam annyira megélni. Tokióban jöttek az eredmények, viszont nem voltak nézők, most viszont ez a 2 így együtt páros volt, és ez tényleg nagyon különleges volt, családom, barátaim kint voltak, együtt szurkoltak nekem, úgyhogy ez nagyon jó volt. Párizsban izgalmas, szoros döntőket úszott, ezt is felidézte stábunknak. A 400 gyors az elképesztően nehéz volt, tényleg ott nagyon sokkal előttem volt az ausztrál lány, és onnan sikerült visszahozni. Meglepődtem én is, hogy ennyire bírtam, én meg ennyire nem bírtam, úgyhogy ez jól jött ki a 200 vegyesen, meg számítottam arra, hogy ennyire szoros lesz a spanyol lányal a verseny, de örültem neki, hogy végül én jöttem ki elsőnek. Pécs polgármestere és edzője köszöntötte párizs-pécsi hőseit. Büszkék vagyunk mindannyian, teljes városközössége nevében nagyon nagy szívvel adtuk át azokat az okleveleket a sikeres pécsi olimpiai és paralimpiai sportolóinknak, akik eredménnyel szerepeltek kint, és az edzőiknek is, hiszen hála annak a közös erőfeszítésnek, ami elérhette azt, vagy ami eredményezte azt, hogy ma ez a pécsi közösség ilyen nagyszámú és ilyen fontosságú eredményeket ért haza. Konkoly Zsófiát külön is díjazták, ami egyöntetű döntés volt a pécsi közgyűlés részéről. Azt gondoltuk, hogy ezekkel az oklevelekkel kifejezzük a hálánkat minden olimpikonunknak, paralimpikonunknak, de Konkoly Zsófi kapcsán a pécsi közgyűlés úgy döntött, hát azt gondolom, hogy olyan sporttörténeti eredménnyel jött haza Párizsból, hogy ez a minimum, hogy Pécs közösségének ki kell fejezni a háláját, és ő ezért egy Pro Civitate díjjal gazdagodott, ha mondhatom ezt, egyöntetű támogatással, hiszen 2 arannyal és 1 ezüstérrel hazatérni párizsi olimpiáról, azt gondolom, hogy bármilyen ország, bármely városának óriási érdem. Az ünnepségen minden politikai oldal képviselője gratulált az olimpikonoknak, paralimpikonoknak. A sportolók most megérdemelt pihenésüket töltik, majd újra edzésbe állnak, hogy felkészüljenek a következő versenyekre. Pécsre látogatott az áldozatsegítő központok tevékenységének kommunikálásáért felelős miniszteri megbízott. Király Nóra a baranyai szakemberek munkájával, a szervezet működésével ismerkedett. A pécsi központ már 6000 áldozatnak nyújtott segítséget. Megbeszélés a pécsi áldozatsegítő központban. Király Nóra miniszteri biztos látogatott el ide, hogy tájékozódjon az iroda működéséről. Erről tájékoztatót is tartottak a megbeszélések után. Én most már lassan 1 éve felelek az igazságügyi minisztériumban azért, hogy az áldozatsegítő központoknak minél nagyobb nyilvánosságot adjunk, lássák az emberek azt, hogy baj esetén van hova fordulni. Pécsen az egyik legjobban működő áldozatsegítő központ található, és az országjárásom keretében mai napon ellátogattunk miniszterhelyettes úrral ide, azért, hogy saját szemünkkel, illetve saját fülünkkel megtapasztaljuk azt, hogy milyen munka is zajlik itt. Országosan jelentős segítséget nyújtanak az áldozatsegítő irodák. Szeretnék elérni, hogy minden vármegyében legalább 1 ilyen központ létesüljön, aztán lehet majd bővíteni is, mondja a miniszteri megbízás.
miatt. 10 000-es nagyságrend az, akiknek országos szinten segítünk, 16 áldozatsegítő központ működik, 4 áldozatsegítő pont, illetve ugye az áldozatsegítő vonal, és hamarosan nyílik a következő központ Győrben, és utána még van hátra 3 vármegye, ahol szeretnénk jövő évben megvalósítani ezt a központot, és akkor utána majd meglátjuk. 2010-ben még több mint 14 500 regisztrált bűncselekményt rögzítettek az akkori rendőrségi beszámolókban. Már ez a szám jelentősen csökkent, mondja a vármegyei önkormányzat elnöke. Közel a harmadára esett vissza, most 5500 alatt van a regisztrált bűncselekmények száma Baranya vármegyében, azonban mindannyian tudjuk azt, hogy annak az embernek, családnak, személynek, aki bűncselekmény áldozatává vagy sértettjévé válik, az is sok, ha ő adott esetben, ő az egy bűncselekmény egy településen, amely regisztrációra került. Éppen ezért fontos, hogy legyen az államnak, a kormánynak olyan szerve, amelyre számíthatnak a bajba jutottak. Baranyában ez hatékonyan működik. A bűncselekmények áldozatai többféle segítséget kaphatnak a központban, mondta a központ koordinátora. Ha valaki bűncselekmény áldozatává vált, kaphat jogi, pszichológiai, érzelmi segítségnyújtást, vagy akár a bűncselekmény következtében keletkezett krízis helyzet enyhítését szolgáló természetbeni vagy pénzbeni támogatási formákat. De nem csak a bűncselekmény áldozatai azok, akik felkereshetnek minket, abban az esetben, hogyha már van büntető eljárás folyamatban, hanem azok a személyek is felkereshetnek, akik még nem tudják, hogy vajon tegyenek-e büntető feljelentést. Olyan esetekről lehet szó, amikor a családi kapcsolati rendszerben ér valakit bántalmazás. Előfordulhat olyan eset is, akkor valaki egy kapcsolati erőszak áldozata látja, hogy az élethelyzete drasztikusan megváltozna abban az esetben, hogyha ebből a kapcsolatból kilépne, de tele van csupa kétséggel. Mi lesz majd a gyermekemmel? Hogy alakul majd a válásnak a folyamata? Szakértő fogja majd vizsgálni? Ez már bűncselekménynek minősül? Lehet olyat, hogy véletszállás helyet igényeljek abban az esetben, hogyha esetlegesen a bántalmazó fél nem nyugodna bele abba, hogyha elmenekülnék? Ebben mind-mind segítséget kap tőlünk az áldozatsegítő központba. A pécsi áldozatsegítő központ 4 éve működik. Eddig 6000 áldozatnak segítettek. Ehhez szükség van a rendőrség közreműködésére, hiszen ők azok, akik felhívják az érintettek figyelmét erre a szolgáltatásra. Rövid híreink következnek. A pécsi járásbíróság szerdán elrendelte egy pécsi férfi letartóztatását 1 hónapra, fegyveresen elkövetett garázdaság büntette, személy ellen, erőszakos cselekménnyel fenyegetve elkövetett zaklatás vétsége és felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntette alapos gyanúja miatt. Az ügyész a bíróság végzését tudomásul vette, a gyanúsított fellebbezett, védőjének, aki nem jelent meg a bíróság ülésén, 3 nap áll rendelkezésére a fellebbezés bejelentésére, így a határozat nem végleges, a pécsi törvényszék információi szerint. Fűnyíróból kipattant szikra okozott tüzet Baranyában, 2 helyen is kigyulladt az aljnövényzet tegnap délután Siklós közelében. Oldon fél hektáron szárazfű emellett kommunális hulladék, építési törmelék és autóalkatrészek égtek a siklósi és villányi hivatásos tűzoltók 3 vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. A Városhegy dűlőben 1 hektáron aljnövényzet és szőlőtőkék égtek. A tűz feltehetően egy fűnyírás közben kicsapódó szikra miatt keletkezett. A tulajdonos megkezdte az oltást, majd értesítette a katasztrófa védelmet. A siklósiak mellett a pécsi hivatásos tűzoltók vonultak a helyszínre, az oltásban egy szabadnapos tűzoltó és a villányi önkéntesek segítkeztek. Személyi sérülés egyik esetben sem történt, adta hírül a katasztrófa védelem. Stagnál a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. Azt írták, hogy az év 36. hetében a koronavírus örökítő anyagának országos átlag koncentrációja a mérsékelt tartományban stagnált. Hozzátették, a vizsgált települések zömét stagnáló tendencia jellemezte, emelkedő tendenciát tapasztaltak Békés Csabán, Kecskeméten és Veszprémben, míg csökkenést a budapesti központi szennyvíztisztító telep ellátási területén és Debrecenben.
A tájékoztatás szerint a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja Budapest északi, központi és déli részén, az agglomerációban, továbbá Pécsen, Miskolcon, Nyíregyházen, Debrecenben, Szegeden és Békéscsabán az emelkedett, máshol a mérsékelt tartományba esik. Civil véradást szervez a miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkársága, a civil központ, az országos vérellátó szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Az országos rendezvény keretén belül 11. alkalommal szervezik meg Baranya vármegyében is a civil véradást. Kiemelt társadalmi ügynek számít, hogy a közös felelősségvállalás jegyében minél több ember csatlakozzon a véradók értékközösségéhez. A 11. véradási akció a miniszterelnökség civil főosztálya a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat összefogásával Baranya vármegyében a civil közösségi szolgáltató központ szervezésében történik. Céljuk, hogy a vármegye lakosságának figyelmét felhívják a nemes ügyre, és ismét megmutassák a civil közösségek erejét, mondja Várdainé Kis Krisztina szakmai tanácsadó. Nagy szeretettel várunk mindenkit a 14. civil véradásra, amely szeptember 13 és 21-e között kerül megrendezésre Baranya megye 13 helyszínén, 16 időpontban. Pécset is több alkalom lesz, de nagyon jó lehetőség az, hogy vasárnap is el lehet menni. Kiemelten fontos, hogy minél több egészséges ember adjon vért. 9 napon át különböző településekkel lehet majd vért adni. Várják az önkéntes víradókat többek között Komlón, Mohácson, Bikalon, Villányban, Magyarhertelenden, Vásárosdombón és Pécsen. Bárki adhat vért, aki egészséges, 18 éves elmúlt, 50 kilót meghaladó a súlya, és még nem töltötte be a 70. évét. 70 év az csak akkor lehetséges, hogyha már régebben véradó volt, első véradóként már nem mehetnek vért adni ők. Az akció keretein belül sok résztvevőre számítanak, tekintettel a tavalyi több mint 400 fő véradóra. Aki még nem adott eddig vért, az gondolja meg, és mivel nagyon nagy a vérhiány, ezért az ő véradására még jobban számítunk, hiszen hogyha bele kerül a rendszerbe, és esetleg ő is folyamatosan tud vért adni, akkor ő is nem csak három, hanem sok-sok életet megmenthet. A fiatalokat buzdítjuk arra, hogy jöjjenek, próbálják ki, akár egymást is hívhatják, mert ez egy nagyon jó társadalmi segélynyújtás lehetőség. A 11. civil véradásról az egyesületek hírlevélben és a közösségi oldalakon értesülhetnek a részletekről. A véradáshoz személyigazolvány, lakcímkártya és tajkártya szükséges. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Két baranyai tóba is érkezett utánpótlás pontyokból. A nyári szezon ugyan véget ért, de a haltelepítéseknek nincs vége. Az ősz első hónapjában a Horgász Egyesületek Baranya megyei szövetsége ponttelepítést hajtott végre az általa hasznosított tavakba. A Pécsi tóba 1000 kg, míg a Kovács Szénájai tóba 500 kg fogható méretű pontyot telepítettek. A Pécsi Egyházmegye Betegek Gyógyítója Kórházlelkészség várja olyan 18. életévüket betöltött, hitüket gyakorló, a beteglátogatás iránt elhivatottságot érző önkéntesek jelentkezését, akik szívesen vállalnának rendszeres látogatásokat kórházi osztályokon, gondozó otthonokban a Pécsi Egyházmegye területén. A koordinátorral történő személyes interjún történik az előzetes kiválasztás. Az önkéntes beteglátogató szolgálat egyben a kórház lelkészségi közösséghez való tartozást is jelenti. A kórház lelkészségi csapatba jelentkezni az űrlap kitöltésével lehet. Pénteken délelőtt startol az Ars Sacra Fesztivál a Pécsi Egyházmegyében. A rendezvény sorozat jegyében egy héten át szakrális töltetű, ingyenesen látogatható kulturális programok sora várja az érdeklődőket. Az országos összművészeti program sorozatot immár 18. alkalommal rendezik meg hazánkban. Az idei év mottója az igazság békét teremt, a hitből született Európa vágyok békéjét állítja középpontba a fesztivál.
Rendhagyó és igen sikeresnek ígérkező együttműködés indult el a Pécsi Tudományegyetem művészeti kara és a Softflow biotechnológiai vállalkozás között. Ennek eredményeképpen az első ütemben már meglévő képzőművészeti alkotásokat, így festményeket és szobrokat is kihelyeztek a cég pécsi telephelyén bérleti szerződés keretében. Az együttműködés tárlatvezetéssel egybekötve mutatták be. Ebben a mai kor elvárásainak megfelelő modern irodában a Pécsi Tudományegyetem művészeti kar hallgatói művészei által készített festmények, szobrok kaptak helyet. Az iroda jellege és a hozzáillő művészi alkotások kiválóan megtalálták egymást. Mindez persze nem véletlen, ugyanis mostantól együttműködik a Pécsi Tudományegyetem művészeti kar és a Softflow biotechnológiai vállalkozás. A felek fontos szempontnak tartják, hogy kommunikációs tevékenység elláthatóvá váljon a helyi lakosság, vállalatok számára a sikeresen megvalósult művészeti együttműködés. A kar már régebb óta kapcsolatban van különböző cégekkel a régióban. Most az egyetemi modellváltással összefüggésben ezt a felületüket is igyekeztek bővíteni, mondta a kar dékánya Lengyel Péter. Egy olyan partnerre lehetünk, aki nem csak fogadókész volt a műveknek a befogadására, hanem egy olyan, azt tapasztalhattam, hogy egy olyan munkai kultúrát képvisel, amely számunkra is inspiráló volt, úgyhogy nagy örömömre szolgál, hogy itt a vállalatnak a helyszínén felállítottuk ezeket a munkákat. A Pécsi Egyetem nemrég egy aukciót hirdetett, amelyen művészeti karos képzőművészeti alkotásokat árvereztek, idézte fel a kezdeteket Armbrusz Simon ügyvezető. Ennek apropóján jutott az eszünkbe, hogy nem biztos, hogy ez egyébként az egyetemnek mindenben annyira jó, hogy ezek a egyébként egyedülálló műalkotások kikerülnek az egyetem tulajdonából, és arra gondoltunk, hogy nem lehetne műalkotásokat bérelni a művészeti karról, úgyhogy ezzel kerestük meg őket, hogy nyitottak lennénk arra, nagyon sok olyan felületünk van az épületben, ahol el lehetne helyezni műalkotásokat, és hogy van-e az ő részükről erre nyitottság, és maximálisan volt az ő részükről erre nyitottság, úgyhogy ennek az eredménye lett az, hogy ennyi műalkotást el tudtunk helyezni ebben az épületben. A PTM művészeti kar oktatói és dolgozói elkötelezettek olyan művészi életforma kereteinek közvetítésében, amely a társadalmi kulturális környezet formálására is képes. Az együttműködés sikere hozzájárul ehhez a folyamathoz. A felek az ünnepélyesen megkötött együttműködést egy tárlatvezetéssel mutatták be a jelenlévőknek. A régió híreivel folytatjuk. Bátaszéket egész hétvégén átjárta a fesztivál hangulat, ugyanis megtartották a 7. bornapokat. A tartalmas szórakoztató hétvégét azonban beárnyékolta, hogy hétfő hajnalban felfedezték a város feliratát, megrongálták. Itt át még előző héten a nagy bátaszék felirat a templom lábánál, amiből két betűt kitörtek a hétvégén. Rongálás miatt pedig már el is távolították az elemeket. Volt már rá példa, hogy gyerekek mászókának használták, volt az, hogy el is mozdították helyéről, de ilyen vandál munkára még nem került sajnos sor. Megtesszük a megfelelő intézkedéseket, rendőrségi feljelentést is megtesszük rongálás tekintetében. Ugye többen közösségi oldalakon keresztül kérdezték, hogy hát vannak térfigyelő kameráink, látta ezt az eseményt? Sajnos nem, hiszen a térfigyelő kameráink azok fixre vannak állítva, és bizonyos pontokat figyelnek, és mivel néhány nappal ezelőtt a kiállított bornapok díszletet is szétdobálták valakik, a kamerával azt a utcarészt figyeltük, így most a betűkre nem jutott elég figyelem. A városnak több pontján vannak térfigyelő kameráink, több mint 11 helyszínen, és az elmúlt időszakban még két helyszínre helyeztünk ki, és a képviselőtestület a soron következőlésén még két helyszínre fogja a kamerákat kihelyeztetni. Azt gondolom, hogy ez nem teljes mértékben oldja meg a problémát, hiszen ez annyira nem fogja visszatartani azokat a az elkövetőket, akik esetleg rongálnak, ez közösségi fellépésre van szükség. Az anyagi kár felmérése jelen pillanatban még zajlik, a feliratot pedig tervek szerint vissza fogják állítani. Egy speciális fából készített felirat volt, ugye meg fogjuk keresni azt, aki összeállította ezt a feliratot, ezt a dekorációt, hogy milyen technikai megoldásra tudjuk helyreállítani. Egyébként téli időszakban mindig be is hoztuk ezt a feliratot, hiszen próbáltuk az időjárásra egy kicsit megvédeni. Tehát a felújítás után tavasszal újra majd vissza fog kerülni az eredeti helyszínére. A városvezetés reméli, hogy ha visszakerül a felirat, nem történik majd hasonló eset, és mindenki kellő elővigyázatossággal kezeli a város értékeit.
Az autómentes nap alkalmából az első Dombó túrkerékpár verseny és teljesítménytúrát szervezi meg Dombóvár városa szeptember 22-én. Célja a lakosság összekovácsolása, a kerékpározás népszerűsítése és az egészségesebb életmód fontosságának kiemelése. Az eseménynek kiemelt támogatói is vannak, ennek kapcsán szeptember 11-én írták alá a támogatói okiratokat. Dombóváron idén első alkalommal rendezik meg az autómentes nap keretén belül az első Dombó túr, kerékpárverseny és teljesítménytúra eseményt. A versenyen 12 év felett már el lehet indulni. Azt gondolom, hogy egy picikét újdonság lesz Dombóvár életében, hogy autómentes nap keretében egy kerékpárversenyt szervezünk. Ez a kerékpárverseny távját tekintve viszonylag egy elég szerény, hiszen 20 kilométerről beszélünk. Dombóvár közvetes területén belül próbáltunk egy olyan nagy kört lerajzolni, amelyet mindenki kényelmesen le tud kerékpározni. Akik nem szeretnének indulni a versenyen, viszont részt akarnak venni ezen a napon, azoknak pedig lehetőségük van a teljesítménytúrát kipróbálni. Nem szeretnék volna kizárni azokat az amatőröket sem, akik nem kívánnak versenyezni, őket egy túrára invitáltuk. Ez a verseny 22-én délután 15 órakor rajtol el Unarajzsfürdőből, 15 óra 15-kor indulnak el a túrázók, és véleményünk szerint olyan 3-4 óra felé szerintem mindenkivel újba fogunk találkozni, és egy pici színes programot is szerveztünk ki Unarajzsban. Nagyon remélem, hogy nagyon sok családot meg tudunk mozgatni, és nagyon remélem, hogy hagyományt is tudunk teremteni ebből a versenyből. Akadnak támogatói is ennek a rendezvénynek. Örömteli volt az esemény is, amelyen ma délelőtt került sor, hiszen négy dombvári vállalkozás azonnal előlépett fő támogatóként, ami számomra visszacsatolása arra, hogy jó úton járunk, a vállalkozók elfogadták a gondolatainkat. Nagyon remélem, hogy hosszú időn keresztül, és majd több tizedik verseny is megrendezésre kerül, lehet, hogy ki is növi magát majd Dombóvár közösség határain kívülre, de azt gondoltuk, hogy először próbáljuk meg kicsibe. Mindenkit arra bíztatok, és nyilván az időjárás előjelzők is azt mutatják, hogy túl leszünk az első hidegfronton, 22-én pedig ragyogó napsütésbe várunk minden érdeklődőt Unarajzsban. Pap József mesélte el pár szóban Dombóvárhoz kapcsolódó kötődéseit. A polgármester úrtól érkezett egy megkeresés, hogy lesz egy ilyen rendezvény, illetve lesz egy másik rendezvény, majd szilveszek, ugye a hagyványos szilveszteri futás, és támogassuk ezt a rendezvényt. Hát én 67 éve dombóvári vagyok, tehát itt születtem, itt élek, itt van a vállalkozásom, és hát, hogy mondom, itt van a vállalkozásom is, és mindenképpen úgy éreztem, hogy ezt nekünk fel kell karolni, és ennyi volt az egész. Tehát ezt nem bonyolítottuk túl. Rendezvény, városi megkeresés, itt vagyunk, dombóváriak vagyunk, itt keresjük a pénzünket, itt élnek a családjaink, itt járnak a gyerekek iskolába, hát nekünk ezt támogatni kell. A szilveszteri futás hagyományát követve minden induló a rajtszáma alapján részt vesz egy tombola sorsolásban. Az esemény során a programmal párhuzamosan különféle gyermekprogramokban vehetnek részt a kicsik, amivel hasznosan tudják eltölteni a délutánt. Megszületett a Balaton márka, megújult a kínálat és az infrastruktúra, amellyel versenyképesebb lett a magyar tenger. Erről is beszélt Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója. 1500 vendéglátóhely és szálláshely várja ősszel is a tóhoz érkező turistákat. A kikapcsolódni vágyók pedig a Visit Balaton 365 új weboldalán találnak programokat, amelyek között fontos helyet kaptak a kerékpáros események. Új weboldal, a Visit Balaton 365 segíti a szezonon kívül a Balatonhoz érkező turistákat. Ahogyan az internetes platform neve is mutatja, egész évben nyújt kikapcsolódási lehetőségeket a magyar tenger. Könnyebben megtalálhatóak legyenek az érdekes kínálatok, az élmények. Tehát igazából ötletet is ad, és könnyebben megtalálhatóvá teszi az egész éves kínálatot a Balaton körül, ami nagyon-nagyon fontos. Másrészt, mint márka is, láthatóbbá válik mind a belföldi utazók, mind pedig a nemzetközi turisták szempontjából, ami szintén nagyon fontos annak érdekében, hogy versenyképesek legyünk. A Magyar Turisztikai Ügynökség a Visit Hungary Nonprofit ZRT-n keresztül szeretné vonzóbbá tenni a Balatont, többek között ősszel. Csendes Olivér azt mondja, gazdaságélénkítő hatása is van annak, ha a szezonon kívül van miért ellátogatni ebbe a desztinációba.
Az utazóknak nyilván ez egy nagyon jó kikapcsolódás és lehetőséget nyújt. A természet közelsége, a magyar tenger különlegessége és egyedi hang, vagy egyedi jellege, az szerintem nagyon érdekes és értékes, és ezt el kell vinni az embereknek, ezt meg kell mutatni, hogy az emberek kikapcsolódni tudjanak, hogy élvezni tudják ezt. Másrészt meg hát azért ne felejtsük el, hogy a turizmus egy nagyon fontos része a magyar gazdaságnak. Mind a belföldi turizmus fontos, mind pedig a nemzetközi turizmus, ami meg egy export igazából, és plusz adóbevételekhez vezet. És természetesen a helyi vállalkozói szférának is ez egy nagyon nagy előnye, hogyha nem koncentrálódik a kereslet egy pár hónapra, hanem egész évben el tud ez oszlani, és nem mellesleg. Ősszel elsősorban a szüreti programok és a gasztronómiai események a legnépszerűbbek a Balatonnál, emellett a kerékpáros turizmus is fellendül, látnivaló pedig akad bőven a környező településeken. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Pro Civitate díj elismerések. Pécsi olimpikonokat, paralimpikonokat jutalmaztak a Városházán. 4 év alatt 6000 embernek segítettek. Jól működik az áldozatsegítőközpont Pécsen. Aki vért ad, 3 életet ment meg. 11. civil véradás Baranyában. Szobrok, festmények az irodában. Együttműködés a PTL Művészeti Kara és egy biotechnológiai vállalkozás között. Pénteken sokfelé várható jelentős mennyiségű eső, elsősorban a Dunától keletre és délen záporok, zivatarok alakulnak ki. Késő délután délfelől csökkenhet a csapadékhajlam. Szeles idő várható, többfelé viharos lökések kísérhetik. A hőmérséklet délelőtt 9-12, délután 12-13 fok körül várható. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!